Sziasztok! Ez itt a második része a 10 ok, amiért nem leszek vegán című videónak, illetve cikkelemzésnek, ami Lauren Gerstein-től van, és ezt Szendi Gábor tényektévhitek.hu oldalán találjátok meg ezt a cikket magyarul. Röviden és tömören a cikk arra keresi a választ, hogy egészséges-e a vegán étrend, és azt mondja, hogy nem az. Úgyhogy erre van neki 10 indoka, hogy miért nem az, és az első videóban kielemeztem az első 5-öt, ebben a videóban pedig a második 5-ről fogok szót ejteni, úgyhogy ha nem láttatok az első 5-öt, akkor nézzétek meg azt is, linket ahhoz a videóboxban találtok, és akkor most folytatnám is a 6. indokkal. 6. Az igazi ételek többet érnek, mint az álételek. Hogy készül a sajt, a tej és a hús, sajt, tej és hús nélkül? Hát mindenféle stabilizátor, gumi, sűrítőanyag és magasan feldolgozott fehérje kivonat segítségével. Nézzük például az Earth Balance nevű terméket, a vegánoknál gyakran használt vajhelyettesítő. Összetevői pálmagyümölcs, olaj, repceolaj, por, sáfrány, olaj, lemagolaj, stb. A vaj összetevői vaj. Hogyan készül a hús, a sajt, a tej és a tojás? Vérrel, mesterséges megtermékenyítéssel és halállal. Megint ott tartunk, hogy a természetes a jobb verzió, mint a mesterséges, szóval mindig ehhez térünk vissza. Lehetne még szót ejteni arról, hogy a pasztörizálás mennyire természetes, és akkor miért nem csak nyers tejet iszik ő, vagy hát nem tudom, hogy azt iszza-e, de aztán az teljesen mindegy, hogy hány összetevője van valaminek, mert attól még nem lesz egészségesebb vagy egészségtelenebb, hogyha több összetevője van egy adott ételnek. Az emberiség évezredek óta eszik vajat. Repceolajat csupán a múlt században kezdtünk gyártani. A vaj egy természetes táplálék, míg a repceolaj egy torzszülött. A repceolaj tök jó forrása például az omega-3 zsírsavaknak, növényi omega-3 zsírsavaknak, a vaj pedig tök jó forrása a koleszterinnek, telített zsírsavaknak, szóval, és nem torzszülött, tehát hogy így, úristen. Másfelől meg ahhoz, hogy valaki vegán legyen, nem kell növényi vaj helyettesítő dolgokat fogyasztania, nem kell se vegán vajat, se repceolajat ennünk, mert az omega-3-at más forrásokból is be tudjuk vinni, tehát ez megint csak nem értem, hogy most hogy jött ide. Plusz, akik nem vegánok is ehetnek magasan feldolgozott és egészségtelennek titulált élelmiszereket, szóval ez, hogy az Earth Balance nevű vaj, vegán vaj egészségtelenebbnek állítja őbe, mint a sima vaj, ez nem jelenti azt, hogy a vegán étrend egészségtelen lenne, főleg, hogy nem az Earth Balance nevű vajkészítményre épül az étrendünk. Én például még azt sose ettem, de értem a lényeget, hogy mire akar kiukadni. Nyilván az a jobb, hogyha több teljes értékű zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk, és kevesebb ilyen vegán junk food jellegű dolgot, de ezt már említettem az előző videómban is, az egészséges vegán étrend alapjaiból, hogy én ezzel jelen pillanatban nem látok problémát, hogyha egy ilyen 70%-ban mondjuk egészségesnek mondott dolgokat eszünk, 30%-ban pedig nem. Erről ott bővebben beszéltem, link szintén az infoboxban. 7. pont, a vegán étrend nem válasz az autoimmun betegségekre. Az autoimmun betegségek a 21. századra járványos méretet öltöttek, csak Amerikában 50 millió embert érint. De tudta ön, hogy étrenddel sokat lehet javítani rajtuk? Én élő példája vagyok ennek. 3 évvel ezelőtt a fekélyes kolitiszem olyan állapotban volt, hogy az orvosaim ki akarták operálni a vastagbelemet. Ehelyett én úgy döntöttem, hogy mindent megteszek, ami csak természetes úton lehetséges, hogy meggyógyítsam magamat. Az étrendi változásaimnak köszönhetően mostanra teljesen tünetmentes vagyok, és a vastagbelem a helyén van. Az autoimmun betegségekről egyelőre annyit tudunk, hogy nagyon sok fajtája van, ide tartozik például a gyulladásos bélbetegségek, az ízületi gyulladás, a cukorbetegség, vagy a szklerózis multiplex is, és ez arról szól, amikor a test saját maga ellen fordul, tehát egy állandó gyulladásra járó folyamat van a szervezetünkben, és a saját egészséges sejtjei ellen fordul a szervezet, és emiatt folyamatos gyulladás, szövet, károsodás van az egész szervezetben. Azt egyelőre nem tudják megmondani, hogy miért alakul ki pontosan autoimmun betegség valakinél. Én nem vagyok az autoimmun betegségeknek a szakértője, vagy ennek a témának a szakértője, nem vagyok se dietetikus, se orvos, de erről már beszéltem az előző videóimban, és az viszont biztos, hogy az, hogy neki segített egy bizonyos fajta étrend helyrejönni, az nem bizonyíték arra, hogy ez a többi autoimmun betegnek is segít majd helyrejönni. És az a diéta, amit ő folytat, amit Dr. Natasha Campbell fejlesztett ki, ez a GAPS diéta, erről linket az infoboxban találtok, és én is olvastam az egészet, és erről annyit, hogy semmilyen tudományos cikk, vagy tudományos háttere nincs az egésznek, arról szól, hogy saját maga kifejlesztette ezt a GAPS diétát, ami arra alapszik, hogy minden betegség a bélből ered, annak benne ugye ez a szokásos méregtelenítő, tisztítókúrák,
meg különböző étrendi ajánlások, amik erősen épülnek az állati zsírok és állati fehérjék bevitelére. Többek közt azt is ajánlja, hogy az étkezésnek a zsírbevitelt nézve 50%-nak telített zsírokból kell, hogy jöjjön, úgyhogy ez így elég durva ajánlás, plusz azt is mondja, hogy ne nézessük a koleszterin szintünket, mert egyáltalán nem számít. Vannak még ilyen egyéb nagyon jó ajánlásai, hogy együnk nyers tojást, meg nyers tejet, nem tudom, szalmonella, meg egyéb fertőzésekről hallottam már, de hogy ez így, tehát így wow, nekem erről a személyes véleményem az, hogy ez azért elég túlzás, és nem lehet ráfogni arra, hogy minden betegség a bélből indul ki, meg hogy majd akkor az étkezéssel megoldunk minden problémát, szóval ezt nem mondom, hogy így van, de ez csak a személyes véleményem. Ez a diéta, semmiféle tudományos háttér nincs mögötte, abszolút nincs bebizonyítva, a kutatások nem voltak e téren, csak az, hogy ő neki jobb lett az állapota. Aztán többek között még ilyen kijelentései is vannak, hogyha egy adott ételt akkor eszed, amikor, tehát egy adott ételt akkor eszi az ember, amikor megkívánja, akkor meg fogja tudni emészteni azt az ételt, mert a teste rábeszélte az egyént arra, hogy azt az ételt egye, és akkor tuti meg tudja emészteni. Na most én is így vagyok, hogyha én megkívánok valamit, azt általában megeszem, de ez egy elég erős kijelentés, mondjuk egy tejallergiásnak azt mondani, hogy ó, hogyha megkívánsz valamit, amiben tej van, akkor, mert azt megkívántad, akkor a tested azt mondja neked, hogy fú, akkor ez kell lenned, és tuti majd hirtelen meg tudja emészteni a tejet egy tejallergiás, szóval, hogy ez így elég erős kijelentés. A másik elég erős kijelentés szerintem, hogyha a vikingektől, vagy az eszkimóktól származunk, akkor már pedig igen sok halat kell fogyasztanunk, mert a származásunk meghatározza az étkezési szokásainkat ilyen téren. Szóval ki vagyok én, hogy ítélkezzetek e felett a nő felett, vagy e felett a diéta felett, nem ítélkezem, de elolvastam, hogy miről szól, link lent. És így első ránézésre nagyon-nagyon egészségtelennek tűnik, ha csak azt a részét nézik, hogy akkor az étkezés, és hogy miket kell rajta enni. Szóval nem teljesen gondolom fekete-fehérnek ezt a témát, megmondom, nem vagyok az autoimmun betegsége szakértője egyáltalán, viszont a másik oldalról meg egyre több olyan ember van, aki, mert hogy ugye azt mondtam, hogy ez lényegtelen, hogy ő egyedül meggyógyult ezzel a diétával, de ha már erre támaszkodik, akkor én is elmondom, hogy rengeteg olyan ember van, én ismerek személyesen is ilyet, aki például reumatoid artritisból, izületi gyulladásból gyógyult meg egy nagyon nagy arányú nyersvegán diétán, és utána később bevezette a főtételeket is, tehát hogy nem csak nyersen eszik, de az elején csinált egy ilyen nagyon szigorú nyersvegán diétát, és ez segített neki helyrejönni, és azóta is tartja, ami tök jó. Autoimmun betegségekre sok ilyen tanulmány van, hogy egy 100% növényi alapú étrend csökkenti ezeket a gyulladásokat a testben, részben azért, mert az állati eredetű élelmiszerek is okoznak gyulladást. Nyilván akkor ezek kiesnek, szóval ezzel ez a gyulladási faktor megszűnik. Plusz találtam olyan kutatást, ami a magas, tehát nagyon magas káliumbevitelre és azt mondja, hogy nagyon sokat segíthet ezekben az autoimmun betegségekben, valamint a gyulladás kezelésében, úgyhogy, és azt viszont alapjaiban tudni kell, hogy a vegán étrend nagyon gazdag káliumban, tehát több, tehát a rengeteg zöldség, gyümölcs, az abban több sok a kálium, de nyilván akinek ilyen betegsége van, az lehet, hogy igényel extra pótlást is táplálékkiegészítőkből például. Aztán van egy másik tanulmány is, amit 13 hónapon át végeztek, két csoporton, és ott is, aki vegán étrenden volt az elején, ők beszámoltak arról, hogy nem fájnak annyira az ízületeik, illetve hogy jobban érzik magukat, mozgékonyabbak, úgyhogy erről is a link lent van az infobox, majd tudjátok nézni, vagy hogyha ennek jobban utána szeretnétek járni, akkor YouTube-on beírjátok, hogy autoimmune disease és vegán, akkor kijön egy csomó minden, meg egy csomó embernek a személyes története, úgyhogy én ebben nem tudok állást foglalni, mert még egyszer nem vagyok autoimmune betegség szakértő. Nagyon-nagyon sok minden tartozik ide, erről is lehet találni hideget, meleget, meg hogy valakinek ez az étrend segített, valakinek meg a másik, úgyhogy ez így nem teljesen fekete-fehér, de nyilván az általános ajánlások, hogy egészséges-e a vegán étrend, és azt nem várhatjuk, hogy egy általános ajánlást ráhúzzunk mindenkire, akinek ilyen vagy olyan betegsége van, például autoimmun betegsége van, szóval ez a hetedik pont, se teljesen értem, hogy hogyan jön ide, hogy akkor most általánosságban a vegán növényi étrend egészségesnek tekinthető-e, vagy nem. Mert nyilván, hogyha valakinek ilyen betegsége van, vagy olyan allergiái vannak, stb., akkor ott nyilván máshogy kell beállítani ezt az étrendet, de ez nem a vegán étrendnek a hibája. És mondom, nagyon sok kutatás van már azzal kapcsolatban, hogy a 100% növényi alapú étrend is segíthet az autoimmun betegségek leküzdésében, úgyhogy ha valaki erről többet tud, akkor ossza meg a kommentekben, mert engem ez nagyon érdekel. Aztán menjünk tovább a 8. pontra, ami a kedvencem. 8. pont, ahhoz, hogy élj, életet kell elvenned.
Sokan azért választják a növényi táplálkozást, mert kegyetlennek tartják az öldöklést. De bármit is eszünk, valami meghal. Például a mezei egerek elpusztulnak azért, hogy egy vegán tányérján kukoricapehely legyen reggelire. Erre szokták sokszor azt mondani, hogy legyen szíved, egyél követ. Azért lettem vegán, mert van lehetőségem csak növényeket enni, 100%-ban, úgyhogy egészséges maradjak, akkor meg minek ártsak, minek öldököljek állatokat, amikor teljesen szükségtelen. A másik része meg, hogy a mezei egerek elpusztulnak a kukoricapehely miatt. Ez igaz, de ez ugyanúgy igaz. Az összes, tehát a húsiparra, a tejiparra, stb. És ott ráadásul nem csak a mezei egerek pusztulnak el, hanem az összes többi állat is, amit megölünk vele együtt. Szóval itt nem értem, ebben nem értem a logikát. Tehát, hogy most miért jobb az, hogyha többet ártok, mikor ott van a lehetőség, hogy árthatnék kevesebbet is. Ezen kívül a növények is élőlények, akik képesek kommunikálni egymással és a környezetükkel. A legújabb feltételezések szerint a növények érzékelik és reagálnak az emberi érzésekre. Szóval az lehet, hogy a növények érzékelik a külvilágukat, de hogy nem éreznek, az tuti, nincs nekik agyuk, és nincs idegrendszerük, ergo nem képesek érezni. És én már hallottam mondjuk ilyen kijelentéseket is, hogy a sárgarépát egyenrangúnak kell kezelni az állatokkal, meg az emberekkel is, de mondjuk nem tudom, hogyha választani kéne, hogy akkor most melyiket szeleteljük fel, hogy akkor mondjuk egy embert szeleteljünk fel itt, vagy egy sárgarépát, vagy egy malacot szeleteljünk fel, vagy egy sárgarépát, akkor... én ezt nem is értem, hogy ezeknek mi alapja, mert értem, kognitív diszonancia, stb. Kifogáskeresés, de hogy azért ez nekem a legdurvább, amikor még ezt is ráfogják, hogy a növények is éreznek, és hogy így is, úgy is ártasz, és egyébként jó, tegyük fel, hogy a növények éreznek. Tegyük fel, hogy egy ilyen, nem is tudom, másik univerzumban élünk, ahol a növények éreznek, és még akkor is a vegán lenne az optimális megoldás, mivel, hogyha nem vagyunk vegánok, ergo eszünk állati eredetű dolgokat, akkor megesszük az összes növényt, amit az állat addig élete során elfogyasztott, tehát nem csak, hogy állatokat ölünk, hogyha nem vagyunk vegánok, hanem az összes többi szegény növényt is megöljük, úgyhogy... Liz Wolf táplálkozási szakember tökéletesen foglalja ezt össze Edd meg a sárgáját című könyvében. Ha tényleg úgy gondoljuk, hogy semmilyen élőlénynek nem szabadna meghalnia azért, hogy mi vacsorázzunk, akkor egyáltalán nem kéne ennünk. Ha abban hiszünk, hogy minden létforma egyforma tiszteletet érdemel, akkor miért nem tesszük egyenlővé magunkat azáltal, hogy elfogadjuk azt az elegáns tényt, mint ahogy Nelson írja, minket ugyanaz az éhség hajt, mint ami bármilyen mást élőlényt motivál, az erdő mókusait, a mezei egeret a tisztáson, a medvét a hegyoldalban, vagy az őzet a völgyben. Vagy más szavakkal lefordítva ezt az egészet, ha nem lehetünk tökéletesek, már pedig nem lehetünk, akkor miért ne csak okozzunk még több szenvedést? Nagyon jó példának gondolom azt, hogyha mondjuk egy 10 emeletes házban tűz üt neki, és kihívják a tűzoltókat, és rengetegen vannak abban a házban, tegyük fel. És úgy jönnek oda a tűzoltók, hogy tudják, hogy nem fognak tudni mindenkit kimenteni, mert hogy nyilván annyian vannak benne, mert már annyira elharapóztak ezek a lángok, hogy nem fognak tudni mindenkit kimenteni, akkor el se kezdjék a mentést a többi emberrel, vagy akkor hagyjanak mindenkit ott bennégni, tehát most ez szerintem tök ugyanez a logika. És ha már visszatérünk a növényes példára is, akkor mondjuk nem tudom, hogy hányan akadnának fenn azon, hogyha bemenne a tűzoltó, és mondjuk a kutya helyett, ami bent ég a lakásban, egy cserepes növényt hoznak ki, mert hogy a növények is éreznek, és kezeljük őket egyenlőként, tehát így ez számomra így totál nonsense, és nem tudom, ahhoz, hogy életet kell elvenned, ez így ennek a pontnak szerintem ismét semmi köze ahhoz, hogy a vegán étrend egészséges-e vagy sem. 9. pont, a vegán étrendből hiányzik a B12 és a vas. Mint ahogy az A, D3 és K2 vitaminnál, a jól felszívódó B12 és vas formula is csak állati táplálékban található. Van itt egy ismétlődő minta, ugye? Igen. Van. Szóval igen, van itt ismétlődő minta. Természethez való ragaszkodás, mert ami természetes, az jó. Egyrészt, másrészt meg az, hogy állati eredetű élelmiszerek nélkül így kvázi halálra vagyunk ítélve. De ez nem igaz. Ezeknek a vitaminoknak már az előző videóban kitárgyaltam, hogy hogyan lehet őket bevinni növényi étrenden is. A legmodernebb vizsgálati módszerekkel tesztelve megállapítható, hogy míg a vegánok 83%-a B12 hiányos a mindenevőknél, ez az arány csupán 5%. Nos, az igaz, hogy a vegánoknál a B12 vitaminnak a hiánya problémát jelenthet, mivel a vegán étrend nem tartalmaz B12 vitamin, ezért ezt táplálék kiegészítőből kell, hogy fedezzük, és ennyi téma, így egész egyszerűen ennyire egyszerű. A B12-t egyébként
sem az állatok állítják elő, hanem az a földben található baktériumok termelik, és mivel az állat megeszi, tehát ugye növényevő állatokat eszünk, és ez mondjuk a tehén megeszi a füvet, vele együtt a sarat is, meg a földet, így bekerül a szervezetébe ez a B12 vitamin, ami utána átkerül a mi szervezetünkbe is, de ez csak azokra vonatkozik, akik legeltetett állatok, meg szabadban élnek. Azok az állatok, akik nagyüzemi körülmények között élnek, ők szintén ugyanúgy kapnak B12 injekciót, és úgy kerül be a szervezetükbe, és úgy kerül be a mi szervezetünkbe, hogyha mi őket megesszük. Szóval egész egyszerűen, ha kiadjuk az állatot, simán hozzájuthatunk a B12-höz. B12 vitamint vegánoknak szedni kell, és ennyi a téma, így röviden és tömören le van zárva. Ez nem jelenti azt, hogy ettől a vegán étrend egészségtelen, főleg azért sem, mert minden evőknél is kialakulhat ez a hiány. Míg a lencse vagy a zöld leveles zöldségek valóban tartalmaznak vasat, ez nem szívódik fel olyan jól, mint az állati táplálékból származó hemvas. Az igaz, hogy a növényekben lévő non-hemvasnak rosszabb a felszívódása, mint az állati eredetű dolgokban lévő hemvasnak, de ez nem jelenti azt, hogy minden vegán vas hiányos, vagy feltétlenül vas hiányos lesz, vagy annak kell lennie, vagy ez egy ilyen következménye a vegán étrendnek. Én vas hiányos voltam vegetáriánus koromban is, mindenevő koromban is, és vegánként is, még az elején, most már nem vagyok, és ezt egész egyszerűen úgy értem el, és aki erre fokozottabb hajlama van, akkor azt ajánlom, hogy egyen vas tartalmú növényi ételeket, például a lencsét, vagy a szójatermékeket, vagy van a melaszban is, meg a teljes kiörlésű gabonákban, hüvelyesekben, és ezt fogyassza együtt C-vitaminnal, mert a C-vitamin többszörösére emeli a non-hem vasnak is a felszívódását. Tehát az a lényeg, hogy együnk sok vastartalmú élelmiszert, a növényi vastartalmú élelmiszert, valamint együnk hozzá C-vitamint, mert ez segíti a felszívódását. Amiről itt nem esett szó, az az, hogy a hemvas, ami az állati eredetű dolgokban található, lehet, hogy jobban felszívódik, de vannak káros mellékhatása is, például segít a szabad gyököknek a termelésében, a túl sok vörös hús és feldolgozott hústermék fogyasztása és a vastagbélrák kialakulása közötti kapcsolat mögött is állhat a túlzott hemvas fogyasztása, tehát a túlzott állati eredetű dolgoknak a bevitele, és ezáltal a vas, túlzott hemvas fogyasztás, mert a szabad gyökök keletkezésében nagy szerepet játszik. Na, elérkeztünk az utolsó 10. ponthoz, és még mindig nem vagyok meggyőzve arról, hogy ez mennyire egészségtelen, de menjünk tovább. Az állati zsírokban egyedülálló tápanyagok vannak. Hallott már arról, hogy a lemmag, a dió, a kendermag és a csiamag kiváló omega-3 források? Lehet, hogy ez igaz, de ezek a növények egy, a szervezet számára nem jól felszívható formáját tartalmazzák az omega-3-nak. Az omega-3 forrásokról, növényi étrenden, már beszéltem az egészséges vegán étrend alapjaiban, link lent van a videóboxban, és nézzétek meg, ott több információ van, és én nem találtam ilyen információt, hogy nem jól felszívható formáját tartalmazza, ilyen információt nem találtam, viszont olyat találtam, hogy az ala omega-3 zsírsavnak, amit be tudunk vinni növényi étrenden, nem olyan jó az átalakítási rátája DHA-vá és EPA-vá, ami a másik két fontos omega-3 zsírsav, viszont létezik vegán DHA táplálékkiegészítő, amit érdemes lehet szedni azoknak, akik mondjuk terhesek, vagy gyerekeknek, illetve idősebbeknek. Chris Kresser egy a vegánok tápanyag hiányairól írt cikkében arra is rámutat, hogy az alakonverziója DHA-vá a cink, vas és piridoxin szinten is múlik, és ezek a tápanyagok eleve hiányosak a vegáknál. Nem kell, hogy eleve hiányosak legyenek ezek a tápanyagok, hogyha valaki tudja, hogy mire kell odafigyelni, és hogyha valaki egy jól összeállított növényi étrenden él és egészséges, akkor ez nem kell, hogy előforduljon. Ezért is fontos az, hogy legyen erről információ, utána tudjanak nézni az emberek. A koleszterin, ez az egészséges hormonokhoz nélkülözhetetlen anyag, csak állati táplálékokból vehető fel. Igen, a szervezet maga is állít elő, de az étkezési koleszterin a jóllét egyik kulcsa, a memória, a máj és az emésztés fontos tápanyaga. Testünk annyi koleszterin termel saját magának, amennyi kell neki. Másik, hogy semmi ilyen bizonyíték nincs arra, hogy a táplálékkal bevitt koleszterin az nekünk jó lenne, vagy hasznos lenne, de a koleszterinben gazdag telített zsírok nem okoznak szívbetegséget? Nem. A telített zsírokat a harmadgyenge kutatások és az etikátlan élelmiszerpolitika segítségével helytelenül okolták a szívbetegségekért. Most már a főáram forrásai is ébredeznek és figyelembe veszik a valós tudományt. Például a Time magazin 2014 júniusi számának ez volt a címlapján, egyen vajat, a tudósok felcímkézték a zsírt, mint ellenséget, miért tévedtek? Az ételbe vitt koleszterin nem emeli meg annyira a koleszterin szintet, mint azt eddig gondoltuk, de a telített zsíroknak nagy szerepe van a szívérendszeri betegségek kialakulásában,
és az, hogy mi volt a Time magazin címnapján, az megint nem annyira releváns, szóval ez nem egy tudományos kutatás, és abban az újságíró azt ajánlja, hogy együnk zsíros tejtermékeket és vörös húsokat, erről is van egy forrás, ezt belinkelem, erre most nem térek ki bővebben, hogyha valakit érdekel, ott meg tudja nézni, hogy mit írnak erről a cikkről. Szóval összességében megbeszéltük ezt a 10 pontot, és nem lettem meggyőzve arról, hogy egészségtelen lenne az, amit csinálok, tehát hogy a vegán étkezés egészségtelen lenne, azért, mert egyes vegánok ilyen vitaminoknak a hiányában szenvednek, mint amit a cikk is leírt, az nem jelenti azt, hogy a vegán étrend nem jó és egészségtelen, és ezt neki igazából a cikkírójának tudnia kéne, hogy ennyire benne van a témában, és ez a cikk egyáltalán nem segített a vegánoknak, vagy vegetáriánusoknak, vagy az érdeklődőknek, én úgy gondolom, mert egyrészt sokszor téves információt ír le, másrészt sokszor nem tesz említést olyan dolgokról, amiket itt most elmondtam a videóba, és úgy gondolom, hogy fontosak, ez az egyik. A másik meg, hogy sok vegán azért lesz valamilyen vitamin hiánya, vagy azért lesz beteg, mert nem is tudja, hogy figyelnie kéne ezekre a dolgokra, nem tudja, hogy vasból mondjuk többet kéne bevinnie, hogyha hajlamos vas hiányra, és vagy C-vitaminnal kéne együtt tennie, nem tudja, hogy a B12-t pótolni kell, nem tudja, hogy oda kell figyelni a D-vitaminra, az omega-3-ra, stb. Úgyhogy ez is lehet a háttérben. Úgyhogy én tényleg azért csináltam meg ezt a videót, nem azért, hogy így most így győzedelmeskedjek úgymond e felett a cikk felett, vagy én lehúzzam a paleót, vagy lehúzzam Szendit, amiért leközölte ezt a cikket. Mondjuk nem értem, hogy miért közölt le egy ilyen cikket magyarra fordítva az oldalán, mikor én azt hittem, hogy utána szokott járni ezeknek a dolgoknak, meg tényleg van mögötte egy tudományos háttér, de hogy így ez alapján azt kell mondjam, hogy nincs, vagy ennél a cikknél elfelejtette, nem tudom. Szóval azért gondoltam megcsinálni ezt a cikket, mert hogyha valaki érdeklődik a vegán étrend iránt, és ebbe a cikkbe fut bele, és nem néz utána a dolgoknak, akkor lehet, hogy nem is lesz az, mert ez a cikk meggyőzte. Tehát, mert sokan közülünk tényleg azt gondolják, hogy a természetes mindenféleképpen jobb, stb., és ebbe így bele lehet menni, meg tényleg lehet azt gondolni, hogy ez, hogy tényleg egészségtelen a vegán étrend, főleg, hogy azért, mert mindenhol azt halljuk, hogy kell a hús, meg a tej, meg a tojás, meg a stb., az állati eredetű dolgok. És a másik, hogy Szendi, a paleo mozgalom miatt, Szendi Gábor egy csomó emberhez eljut ezzel a cikkel, és ez elég szomorú, ez az én személyes véleményem, úgyhogy ezért is csináltam meg rá ezt a válaszvideót. Ha bármi kiegészítésetek van, akkor azt tegyétek meg a kommentekben. Ha bármit hozzá szeretnétek fűzni ez a videóhoz, vagy hogyha valamit esetleg rosszul mondtam, vagy nem úgy van, vagy valami, akkor azt támasztátok is alá forrásokkal, stb., mert érdekel, kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy tényleg nem azért csináltam, hogy én ezt most lehúzzam, hanem azért, mert fontosnak tartom az információknak a terjesztését. Mind a vegánok számára, akik mondjuk nem is tudnak arról, hogy ilyen hiányai lehetnek a vegán étkezésnek, hogyha úgy van, vagy nem figyel oda, vagy nem elég változó, stb. És mindazok számára, akik érdeklődnek a vegán étrend iránt, és nem tudják, hogy hogy kezdjenek hozzá, vagy találkoznak ezzel a cikkel, és teljesen leállnak az egésszel, hogy akkor jó, akkor már, hogy itt van ez a cikk, és ez ezen az oldalon van, és ez akkor tuti így van, de nem mindig van így. Szóval ennyi lett volna a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, vagy hasznosnak találtátok, és írjátok meg a véleményeteket a kommentben, vagy ha bármi kiegészíteni valótok van hozzá, mert nagyon érdekel továbbra is. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és a további videóig is boldogság növényi alapokon. Sziasztok!